Ezek ellen harcolunk a mai napig, ezért vagyunk jobboldaliak, és konzervatívnak lenni igenis menő és rock and roll. How do you do, fellow kids? What? Az meg mi a f*** csináltok itt, ti sose dolgoztok? Hey, ez munka. Majd meglátod. Persze. Jelszenszky, ki más lehetne? Az Európai Unió ezt nem fogja szó nélkül hagyni. Ne játssz a sértett ártatlanságot, f***en hercegnő. Halljam, hol van az a kurva stúdió? Egy szót sem értek abból, amit beszélsz. Ön áruló és a független objektív újságírók kezére játszik. Elvezetni! Hé! Próbálj meg nem leszokni senkit, amíg átérsz a parkolón! Szervusztok, ez itt a Libernyákok, és én nem fogok elmit boomerkedni a következő, hogy ilyen boomer atyaként. Te ilyen félig, meddig te is boomer vagy, mert aki már 3 hete csinál valamit, az a 4. héten boomerré változik. Let me put in a language you can understand. Aki már 3 hete csinál valamit, az a 4. héten boomerré változik. Jelentést kérek a pajzsokról. Pajzsok 100%-on. Fézerek működnek? Kezdetben a rendszerváltás pillanatában persze örültünk, hogy a kommunisták talán hátrébb lépnek és hátraszorultak, ugyanakkor rá kellett döbbennünk, hogy továbbra is a mai napig velünk élnek, sőt sokkal rosszabbá váltak, hiszen liberálisok lettek. Olyan fajta liberálisok, akik a rossz kommunistákhoz hasonlóan csak a diktatúrában hisznek, abban képzelik el a jövőjüket, és egy demokráciát akkor sem ismernek fel, hogyha benne élnek. Liberálisok azok, akiknek a mai napig például fontosabb az Index, mint a Lánchíd, akinek fontosabb a saját zsebük, mint Magyarország és a magyar emberek jóléte, akik a hálózatok kiszolgálásában érdekeltek és értékeket egyáltalán nem képviselnek, és akik leginkább hazát árulnak, és semmit nem jelent nekik a nemzet. Higgyük el, hogy az ellenség itt él körülöttünk, ezért kell jobboldalinak lenni lázadás és forradalom a mai napig, az ellenség ellen harcolni kell, és rá kell mutatni, hogy ők hogyan viselkednek, hogyha hatalomba jutnak. Kedves barátom, Homáki, te nagyon emlékeztetsz engem valaki, valakire nagyon hasonlítasz. Drága barátom, Homáki. Minden esetben megérkezünk pillanatokon belül, és itt vár minket 2 régi barátunk, Zajmárki és Márki. Régi kedves barátom, Zajmárki és drága hitvesem, Vertmárkiné. Megtiszteltetés uram. Régi barátom, Homáki. Homáki, tiszteletem uram, sokat hallottam önről. Én is erről sajnos. És már van másik régi barátom, Márki. Érkezik lassan. A szomszéd földes úr, Márki. Uram, ön nem fog kigyulladni a sebességtől. Ő pedig régi barátom, Márki. Van a kész csak, van. Övendek. De te miért fütyülsz mindig, amikor a nevemet mondod? Hé, húgyos fiú, hé, kalap! Uraim, én ez a napotot távozom. És ebből is látszik az egésznek az ilyen ambivalenciája. Hogyha valaki eközben olyan közegbe kerül be, ami éppen egy ilyen liberális közeg, ott találja meg a csapatát, vagy amihez tartozhat azt a közösséget, akkor az magával szippany. Hogy neki ez a nagy kozmopolita liberális világ, amit a nagyváros nyújt, ez neki nem jó. Most már, hogyha úgy kerülsz be, hogy konzervatív fiatal vagy, és mondjuk nagy is a jobboldali, akkor tönkretesznek. Csak meg kell találni a hangsúlyokat, hogy ne akarják a kisebbségi véleményt ráerőltetni amúgy a többségre. De akkor nem lehetsz városi fiatalként konzervatív? Dehogy nem. Szóval nem vagyunk kevesen, csak vagy senki nem meri fölvállalni. Csak baromi sokan hallgatunk. Mi van? Frankos szemet, eldobod a műanyagot. Hogyan már, hogy posztolok valami együtt érvőd a Black Lives Matter-ről. Amúgy sem oda ne szívószál anélkül itt, amit nem káros. Ja, te jó ember vagy. Esti tévétől azt remélem, hogy végre sikerülni fog nekünk az, ami másnak így nem nagyon sikerül. Ugye ismeretes, hogy a fiatalok nem nagyon néznek tévét.
és ezáltal egy csomó értékes üzenet nem jut el hozzájuk, viszont szerintem fogunk tudni hozni egy olyan stílust, meg olyan jellegű tartalmakat, amivel őket is le tudjuk majd kötni, és elkezdenek majd érdeklődni a politika iránt, csak akkor tényleg egy ekkora k***szott nagy ilyen űrbogár gennyedzik az arcán. Igen? You may have seen a few people test Flex Seal on a bucket! That's a lot of damage. How about a little more? Now that's a lot of damage. Várunk, esetleg egy kis hazafigyelzenét addig berakok. Parti Miklós katonája vagyok, legszebb katona.